újabb állomásához érkezett a József András Múzeum 150 éves évfordulója alkalmából szervezett kiállítás sorozat. A múltunkról a jövőnek sorozat e havi szakaszában négy tárgy tekinthető meg. Egy 3000 éves tál, egy mángorló, egy ezüst kazetta és egy fotóalbum. A régészeti tárgy, ez egyik kedves tárgya a múzeum gyűjteményének, orvosról került elő. Ez a később bronzkor úgynevezett gáva kultúrának a része, vagy a edénye. Valószínűleg vagy étel, vagy gyümölcs tálalására szolgált, hiszen nagyon szépen simított a belseje, és ilyen karélyos díszítésű a pereme. A néprajzi tárgy későbbi, 1870-ből való, és azt is tudjuk, hogy Balsán használták, és egy hölgynek adták. Ugye a mángorló az azért érdekes tárgy, ugye, mert ezzel simították, tulajdonképpen egy vasalószerűség, ezzel simították tisztára a tárgyakat, de egyben ilyen szerelmi ajándék is lehetett, hiszen egy szerelmes fiú, egy férj adhatta kedvesének, feleségének, jegyesének ajándékba. De nem csak ezt a tárlatot tekintheti meg a közönség. Tőkei Péter festőművész alkotásaiból is kiállítás nyílt. A két éve elhunyt művész élete során több technikában is kipróbálta magát, a csendéleteken keresztül a tájképekig. Most a geometrikus absztrakt képei láthatók a múzeum folyosóján. A klasszikus ábrázolásnak az útján indult, főiskolát végzett, rajztanári diplomája volt, tehát találkozhatunk csendéletekkel, életképpel, tájképpel a kezdetekbe. Nem olyan sokáig foglalkozott ezen, mert aztán elkerült a tagsága révén különféle szakmai művésztelepekre, ahol különféle technikákkal, módszerekkel, de legfőképpen egy másfajta szemlélettel találkozott, mint amiben ő élt. Ezek közül azért kiemelném a szitanyomatot, amivel azt hiszem, hogy ott találkozott először, elmélyült benne, és majd miután hazajött, akkor ezt tovább művelte és fejlesztette. A kiállításokat egy hónapig lehet megtekinteni a múzeumban.